Különböző napokat élünk a hétköznapokban is, ezért különböző módon kell hozzájunk, különböző erőt igényel tőlünk. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy mikor mennyit kell belerakjunk egy folyamatba ahhoz, hogy kiegyensúlyozott normális életet, sőt boldog életet élhessünk. Csak mindig arra tanulnánk, amennyi éppen most kell, ha pont annyit csinálnánk, amennyi éppen most kell, akkor bizonyos különleges esetekben nem biztos, hogy elég lesz az az erő, vagy az a képesség, ami éppen megoldhatná azt az adott helyzetet, amibe belekerültünk. Nagyon érdekes divat üti fel a fejét manapság, lehet, hogy régen is volt, de most ez előtérbe került, és ez a minimalizmus, tehát, hogy egy minimális módon éld az életedet. Ez nekem nagyon szimpatikus, hiszen nincsenek fölösleges eszközeid, nincsenek fölösleges programjaid, nem csinálsz olyan munkát, ami igazából nem annyira értékes a jövő szempontjából, hanem pont annyit csinálsz, ami éppen akkor szükséges. Nagyon kényelmes, nagyon jó életet tud biztosítani ez, beleértve azt is, hogy például egy lakás berendezése abszolút teljesen üres, éppen hogy van egy matracod, van egy-két ruhád, amit elraksz egy-egy fogasra, tehát nem költesz semmit, ezért nem is dolgozol fölöslegesen a pénzért, hogy elkölthesd majd arra, hogy a soha nem hordott, vagy ritkán hordott ruháidat elpakolják. Igen ám, de ez a minimalista hozzáállás nem elegendő ahhoz például, hogy másokon tudjál segíteni. Ha nincsen olyan plusz erő, amivel odafigyelhetsz másokra, mások problémáit megérthesd, akkor kívülesel minden társadalmi eseményen, amelyekben a te segítségedre szüksége lehet bárkinek. Tehát érdemes plusz potenciált hozzárakni az életünkhöz, és ehhez plusz befektetés kell, tehát plusz tanulás, plusz edzések kellene. Már is nem minimalista leszel, és a hétköznapokban, amikor nincs szükség erre a plusz potenciára, akkor úgy tűnik, mintha pazarolnád az életet. Ezzel tudok azonosulni, és nagyon sokszor vitatkozom magamban azzal, hogy szükségem van-e egyáltalán arra, amit most csinálok, amit most megtanulok, vagy amivel most eltöltöm az időt, egyáltalán megvegyem-e azt az eszközt, amit éppen meg akarok venni, mert látom, hogy ez egy speciális dologra jó, viszont az általános használaton messze túlmutat, valószínűleg ritkán fogom használni. Amennyiben a környezetedre figyelmes vagy, a lelkeden viseled azt, hogy mások sorsa hogyan alakul, akkor biztos, hogy nem lesz elegendő az, hogy te minimalista módon élj. Az más kérdés, hogy a saját szükségletedet, a saját életedet, azt a privát szférát, azt beállíthatod egy ilyen minimum szintre, amely neked abszolút kielégítő, de szükséged van olyan eszközökre, amellyel sokkal többet elérhetsz, mint ami neked szükséges. Ezek az eszközök lehetnek akár technikai eszközök, lehetnek tudásbeli eszközök, tehát például olyan tudásod van, amelyet hétköznap annyira nem használsz, ellenben akkor, amikor másokkal együttműködsz, akkor szükséges. Te magad ezt nem használnád igazából még ezt a tudást sem, neked egyáltalán nem lesz szükséges, de mégis, ha a közös életet nézed a szomszédaiddal, a barátaiddal vagy másokkal együtt, akkor ezek szükségesek. Ilyenek például számomra az, amikor a gyerekek videójátékot játszottak, hogy valamilyen szinten, még ha nem is túl feltűnő szinten, de bele kellett olvadjak ebbe a folyamatba, meg kellett tanuljam azt, hogy milyen játékokat játszanak azokban, melyek a jobb szintek, melyek a nem jó szintek, attól függetlenül, hogy én nem játszottam, vagy minimális szinten játszottam, ezeket kellett tudnom, hogy tudjak velük beszélgetni. Ugyanígy nem szabadott mondjuk őket eltiltani sem ettől, holott biztos, hogy lett volna sokkal jobb program, mint például kint rohangászni a réten, de akkor nem tudnak beszélgetni a barátaikkal, az iskolatársaikkal, tehát szükségük van nekik is megtanulni olyan dolgokat, amelyekkel a későbbiekben a társadalomban meg tudnak felelni, tehát együtt tudnak működni a környezetünkkel. Van egy másik szintje mindennek a gondolatnak, és az a szint az, amikor
valóban szükség van valami nagyobb erőbedobásra időként. Az is lehet, hogy ez havonta egyszer, vagy évente egyszer fordul elő, vagy az életedben egyszer, és erre bizony felkészülsz, tehát sokkal többet edzel hozzá, sokkal többet tanulsz hozzá, és ezt nevezhetjük egyfajta luxus minőségnek, luxus potenciálnak, és azt is mondhatnánk, hogy feleslegesen teszünk ilyen dolgokat, de mégis, amikor eljön a szükség, akkor nemhogy felesleges, hanem éppen, hogy elegendő lesz. Úgy gondolom, hogy azok, akik az üzleti életben tevékenykednek, vagy azok, akik családot építenek, azoknak nem elegendő a minimalizmus, legalábbis minden területen nem lesz elegendő, tehát az üzleti építésben biztos, hogy jönnek katasztrófa pontok, és azokat a katasztrófa pontokat, ezekkel a rejtett plusz potenciálokkal, ezzel a te saját luxusoddal fogod tudni átvészelni a családi környezetben, vagy egy párkapcsolatban is. Ez a luxus potenciál majd a türelemben fog megjelenni, a megoldó képességeidben fog megjelenni, és ez fogja biztosítani azt a magabiztos önbizalmat a gyerekeid és a házastársad, a párod számára, amelyet belőled fog tudni meríteni, mert tudja, hogy neked nem csak annyi van, amelyet minden héten felmutatsz, hanem ennél sokkal több, és ha szükséges, akkor ezt elő tudod hívni. A természet olyan, és így az emberi természet is olyan, hogy csak addig dolgozik, és addig kellemes számára a munka, ameddig az éppen számára érthető és látható problémákat meg tudja oldani, tehát addig a szintig ő szívesen befekteti a munkáját, hogy megszülessen a megoldása, megszülessen bármi, ami szükséges számára. Ezen felül nehezen tudunk befektetni akár a tanulásba, akár bármilyen megoldásba plusz energiát. Az, hogy hogyan érhetjük el a luxus potenciát kellemesen és természetesen, arról majd a Premium Vlogban részletesebben fogok beszélni. We'll be right back.